Az eseményen elsőként Mikulás Gábor, a klub elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd Mata Tibor, az MKC elnökségi tagja vázolta röviden a célokat. Elmondta, hogy a tavalyi évben mindenkinek nagyon keményen meg kellett küzdenie a bemaradásért, éppen ezért most egy erős középcsapat felépítése a cél. Hozzátette, bízik benne, hogy a csapat simában veszi majd az akadályokat, és a tavalyitól több örömet szerez a lelke szurkolóknak. Skalicki László vezetőedző elsőként kiemelte az önkormányzat támogatását, amely nélkülözhetetlen a klub stabil hátterének megteremtéséhez és a nyugodt, magas színvonalú szakmai munkához. A szakember elmondta, hogy olyan csapatot szeretnének építeni, amelyik a tavalyitól látványosabb és lendületesebb játékra képes, így megfelelően kiszolgálhatják majd a szurkolókat. Hangsúlyozta, a játékos keret jelentős átalakuláson ment keresztül, és az idén egy 17 fős keret áll a szakmai stáb rendelkezésére a kitűzött célok eléréséhez. Hozzátette, a sikeres szerepléshez szenvedélyes és odaadó játékra, valamint a csapaton belüli kohézióra egyaránt nagy szükség lesz. A szakember ezt követően bemutatta az új játékosokat. Zárásként elmondta, a sikeres szereplés azért is fontos, mert Mezőkövesden nagyon sokan szeretik a sportágat, és az itt élők megérdemlik, hogy hétről hétre színvonalas kézilabdát láthassanak. Molnár Ferenc, az MKC junior és ifjúsági csapatának edzője az utánpótlás csapatok felkészüléséről, helyzetéről és céljairól osztotta meg gondolatait. A szakember elmondta, hogy az ifjúsági gárda 6-7-es, míg a juniorok 7-7-es intenzív felkészülésen vannak túl. A versenykiírás különlegessége, hogy a juniorok idén az NB1B-ben, azaz a másodosztályú felnőtt bajnokságban indulnak, ami nagyszerű fejlődési lehetőség lesz a fiatal játékosok számára. Molnár Ferenc hangsúlyozta, hogy az edzésmunkát Skalicki Lászlóval egyeztetve a felnőtt csapathoz hasonló felépítésben végzik, így a felnőttekhez kerülő játékosoknak is lényegesen könnyebb lesz a beilleszkedés. A szakember célként a biztos bemaradást tűzte ki a csapat elé. Ezt követően a szurkolók osztották meg véleményüket, javaslataikat, és sok sikert kívántak a csapat szerepléséhez.